Tisztelettel köszöntöm az Alföld Televízió nézőit, ez itt a Tibiék 33. adása, ezáltal úgy is mondhatnánk, hogy krisztusi korba léptünk, és szintén van egy ember, akinek a brandje és a zenekara 33 éves, az pedig a Tankcsapda és annak a dobosa Fejes Tamás. Tisztelettel sziasztok. Köszöntünk, Tomi. Hova kell ilyenkorni? Oda? Sziasztok! Mindegy, csak ránk, ne! Jó. Nagyon köszönöm, hogy elfogad. De azért nem az én zenekarom, azért az erős túlzás. Tibi? Még nem. De már kóltok benne. Ja, volt már rá alkalom, azt hiszem most már kettő is. Kettő? Aha. Ugye egyszer a rádióban dobolt, hát egyszer meg Londonig mentünk vele. Igen. Az milyen éjszaka után történt az, hogy megbíztad? Nem emlékszem rá. Hogy derült ki, hogy te fogsz dobolni? Ki emlékezett rá? Én azt hittem, hogy elfelejtik amúgy. arra játszott. És aztán, mikor volt a beállás, akkor én azt hittem, hogy elfelejtik, és akkor Laci megmondta, hogy a beállás után, nem mondom már most ebben, de semmi. Laci emlékezett rá. Igen, és akkor ő mondta, hogy megnézzük akkor a férgeket Tibivel? Basszus, mondom, akkor menni kell. És akkor nagyon jól játszom, mi is szoktuk játszani, még ott annyira nem annyira jól, de kicsit begyorsul. A lassú résznél begyorsul, de... Hát attól feldolgozás, érted? Persze, hát nem most nem játszani, mint az eredet. Pontról pontra, így van. Mi újság a zenekar házatáján? Miből áll majd ez a 33. esztendő? Mert tudom, hogy egy kicsit számokra ki vagytok hegyezve, mindig van egy Lukács 50, egy amikor 25. születésnap 30. Mit takar majd ez a 33. év? Hát mindig én voltam az az ember, aki ilyen 5 évvel gondolkozott, meg 5 éves terveket szőtt. Ugye mindig elmondtam, hogy az előző rendszernek a legjobb víványa az 5 éves terv. És egyébként ez halál komolyan így is gondoltam eddig, ugye, de ez a Covid vírus ezt az egészet ketté vágta. Úgyhogy így most nagyon nehéz előre tervezni. Ugye mi hónapról hónapra változnak a jogszabályok, meg hónapról hónapra történik valami, vagy valami éppen felülír valami, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz előre tervezni stratégiát, mert én tényleg azt gondolom, hogy 2-3 évre előre kell gondolkozni, úgyhogy amiket most meglépsz, vagy amiket most csinálsz, annak a kihatása a következő második, harmadik, negyedik évedre, hogy építi, vagy hogy éppen lefele építi azt a dolgot, amit éppen elterveztél. Úgyhogy speciális üzemmódba megyünk át, egy ilyen eco üzemmód, mint az autóba, tudod, így be van kapcsolva, hogy a 33 éves jubileumnak csinálunk egy jó kreatívját, egy jó megfogalmazott portfólióját, és igazság szerint városi rendezvényeknek, falunnapoknak, fesztiváloknak áruljuk a zenekar. Tehát önálló turné nem lesz, az biztos, hanem inkább nagy rendezvényeken, nagy zenekari felvonulással, látvánnyal szeretnénk minél nagyobb helyszíneken játszani. Ez a mostani idei terv. Azért, mert egyébként már a 35. jubileumi évet építjük agyba, és ehhez a megfelelő lépéseket úgy kell lépni, hogy a 34. év is ahhoz képest egy kicsit visszafogott legyen, de már jöjjenek új nóták, új videóklipek. Bocsáss meg, a 33-as szám az ténylegesen a krisztusi kor miatt lett így kiemelve, mert azért mondjuk a 31-esnek, 32-esnek nem volt ekkora. Hát nem, mert jól néz ki, hát azért látszik mögöttetek. Bár csak mondjuk, mozog. Nem, azt akartam mondani, hogy pár jobb lett volna, ha mozog mind a kettő, de nem tudtátok megoldani. Tibike. De, jó, hát ez is értek. Figyelj, mindenkinek más jelent minden szám egyébként. Tehát én azt gondolom, ugyanúgy, mint egy nóta vagy egy dalszöveg, ezeket a olyannyira a 33-as, hogy ugye az igen. És ezt neked szeretettel. Köszönjük szépen. Illetve nektek. Hát, tudom, hogy az alkoholfogyasztás teljesen szembe megy a Tankcsapdán. Rajta van, persze, szépen. Majd a számlát az küld. Tehát, hogy tudom, hogy nem... Drága pesgő? Vagy valami olcsóra tettétek? Olcsó, persze. Hát vigyázzunk rá. Köszönjük szépen. Hát a roncsba vettem, úgyhogy nem volt olcsó. Látszik rajtam, hogy meghatódtam? Igen. Jó, hát teljesen. Az üvegen, igen. Köszönöm szépen. Tehát a 34-es, akkor nem fűztök fel külön ilyen... Van ott is ötletem. Egyébként, mert hozzáteszem, a 33 év mellett az is nagyon fontos, hogy a konnektor 25 éves. Mindig van valami. A legjobb méreg meg 30. Hoppá. Tehát, hogy azért ebben is van potencia, és ezzel már lehet egy kicsit valamit el is árultam, ami az ebben az évben még esetleg a Best of nagy 33 éves jubileum
mellett még elképzelhető. Ez akkor jövőre várható, hogy ebből mondom, a lemezből... Mondom, hogy idén van. De, hát, már csak mindig jövőre, azt gondoltam. Hát, hogy ez nem valósult ki. Tehát, hogy 25 és 30-as. Tehát akkor ezzel még majd külön foglalkoztok? Valószínű, igen. Ez őszre várható? Igen. Most minden titkot kiszedünk, minden. Tehát az azt jelenti, hogy esetleg egy az egybe lenyomjátok a lemezeket, vagy a kettőt mixelve. Még ezt nem fogom elárulni, de mindenféleképpen, olyan dolgot csinálunk, ahhoz azért tartjuk magunkat, hogy olyan dolgokat próbálunk mindig csinálni, amit még nem csináltunk. Egyébként ez egyre nehezebb, mert ugye nagyon pici... Mert már mindent csináltatok. Igen, nagyon pici ez a piac, illetve folyamatosan jelen kell lenni a piac. Tehát azt mi nem tudjuk megcsinálni, mint egy nyugati zenekar, hogy eltűnünk 3 évre. Tehát fél év után már elfelejtenek. Most már ez a világ van, illetve olyan szinten fölgyorsult egyébként a világ. Lenne rá igényetek? Há, hogy nem? Hogy most 3 évig semmit nem csinálok. Hogyne. Meg egyébként figyelj, én megmondom őszintén, ezt Laci meg Sidi nem vallja be annyira, mert ők másképp élik meg a világot. Én azt gondolom, hogy eleve be vagyunk lassulva már. Tehát, hogy magyarul már nincs az a tempó, meg nincs az a gyertya két oldalról égetve, és közben próbálunk, és megyünk meg minden, mert tök jó. Tehát a maga produkció szerintem egyre profibb. Tehát, hogyha valaki megnéz egy tankcsapda koncert, vagy a múltkori Phoenix csarnokos koncertet, akkor nem az van, hogy a öreg emberek csetlenek, botlanak, egyre jobban tudunk zenélni, Laci szerintem egyre jobban énekelt, mindenki a saját hangszerét egyre biztosabban kezeli, illetve egyre rutinosabbak vagyunk a színpadon. Azért ez az egy fontos sztori. Azért régebben, 15-20 évvel ezelőtt voltak olyan szigetfesztiválos koncertek, hogy lejöttünk, azt így, tehát ilyen már nincs. Tehát, hogy nincs ez a amatőr. Tehát az amatőr meg a profi, de a sportban is így van, hogy hogyha egy színuszgörbét húzol, hogy ez az amplitúdó mennyire szűk. Tehát, hogy amikor nagyon nem megy is, illetve nagyon megy is, akkor az amplitúdó... Igen, tehát hogy van egy olyan állandó, azért szoktam mondani, hogyha szarok vagyunk, akkor is jók vagyunk. Tehát, hogy... Ismét egy népszerű mondásod. Igen, hogy ebben már sokkal profibb a produkció, de... mind dalszerzésben, mind habitusban, mind mindenben azért érződik a kor. És azt gondolom, hogy azok a zenészek, vagy azok az emberek, akik egyébként szerintem sportolókban is így van. Persze, én így nyomtam végig szarba. De nem arra fel, nem ezt akartam megint mondani. Megint a trágáság, megint a trágáság. Nem, tehát, hogy ha nem a korodnak meg, te nem vagy tisztában a koroddal, és azoknak a sajátosságaival, akkor szerintem akkor rosszul csinálod, Tehát én azt gondolom, hogy én is nem soká 50 éves vagyok, Laci már bőven az 50. Már régen volt 50. Igen, bőven az 50-en túl van. Elég béna lenne, hogyha 25-30 éves habitussal, tempóval gondolkoznánk, vagy mennénk. Szerintem az elrontottuk. Szerintem szánalmas, és ráadásul így is azt gondolom, hogy a korunkhoz képest, mondjuk csúnya szóval, és nem akarok senkit megbántani, átlag emberekhez képest is mondhatom azt, hogy mi fiatalosabbak vagyunk, meg infantilisebbek is vagyunk, tehát hogy a fingós, böfögős poén még mindig a best a buszba. A sajátossága, hogy ne legyél persze, egy átlag ember. Persze, egyértelmű, de azért érződik az, hogy azért igen, más. Tehát hogy másképp kell ezt az egész dolgot csinálni. Úgy telik el a zenekar mellett egy hónap, hogy szerintem a zenekar azt érzi, hogy micsoda nagy dolgokat csináltunk, hogy mennyit dolgoztunk, közben nem történt semmi. Ez régebben nem volt jellemző. De egyébként mondom, hangsúlyozom, ezt nem kritikaként mondom, mert ez nem baj, csak szerintem ezzel tisztában kell lenni. Ez hogy egy szándékolt lassítás? Szerintem nem. Nem. Hát a fociban is így van, ahogy mondtad, hogy mindenkinek változik a játékod, és ahogy idősödsz, másabb lesz a játékod a fociban, de attól még leszel értékes. Csak tisztában kell lenni vele, hogy mi az, amiben vagy. Tehát, hogyha jól pozícionálod magad, meg jól látod magad kívülről, vagy jól ítéled meg magad, akkor ez szerintem nincs probléma. Tehát már nem lehet olyan felkonfokat, vagy olyan dolgokat csinálni szerintem egy 50 éves embernek, még akkor is, hogyha rock and roll-t játszik, mint egy 25 éves frontember. Hát például Amsterdamban visszadott a füves cigit. Ez lehet, hogy ez 90-ben nem így történt. Ja, meg a... Na mindegy. Én volt nálam Hollandiából, tudnék mesélni. Én ezzel amúgy vitatkoznék. Vagy nem tudom, vitatkozhatok-e veled, de nem. Hogyne, nyugodt meg szájba, nyugodt. Ő az a baj, hogy Hollandiában most már inkább milkocsokit dobálgatnak, érted?
Hát szép. És az a probléma, nincs visszadobva. Az a legdurvább. Hogy mondod, hogy elfelejtenek. Hát ezt én nem gondolnám. Most 3 évre vagy 2 évre visszavonulnátok. De... Szerinted nem mennének ugyanannyian a koncertre? Az öregek. Az a retó. 10 éveseket igen. Azokat... Az a probléma, hogy föl van gyorsulva a világ, és mi nem tudunk igen. konkurálni. Tehát, vagyis úgy mondom, hogy konkurálnunk kell a mit tudom én, a idézőjel Ruzsa Magdival is, Ákossal is, a Bagosival is, érted? Úgyhogy teljesen más, vagy akár Majkával is, úgyhogy jobban vagyunk, tehát a konkurálás most idézőjelbe teszem. Mm-hmm. Meg nekem ugyanúgy kell az underground feltörekvő zenekarokkal is konkurálnom, még akkor is, hogyha segítem a pályájukat, vagy figyelem őket, vagy most mit tudom, hogy a Fatalerót elvittük turnéra, mert ugye a koronavírus miatt nem tudtak volna önállóan turnézni, de azért amikor fölmennek a színpadra, akkor így megnézed, az érted, múltkor rájuk is szóltam, hogy a következő koncerten ennyire ugrátok, nem jöttök többé. Ja. Tehát, hogy magyarul, tehát, hogy igen, tehát, hogy a zenefogyasztó az elsősorban a 16 és 25 év közötti ember, aki folyamatosan érdeklődik, megy utána, és nagyon szenzitív a környezet változására, ott beakad neki egy zene, vagy egy zenekar, és akkor azt majd, ahogy jön a család, meg ahogy korosodik, akkor azt maximum követi, de már újakat nem fog keresni. Ebből van az, hogy régebben jobbak voltak, ja, régebben, ami volt. Pedig mert mindig abban az első 10 év, amikor nagyon szenzitív vagy, amikor csajozó, fesztiválozó, mész akkor hova. Jobbak az élmények, igen. És jobban megragad, és jobb, több mindent tudsz hozzá kötni. Meg az nekem is, tehát ez magamban is így van, tehát magamban is. Csak az ember, aki ezt felismeri, azt tudja, aki meg van egy csomó egyszerű ember, aki csak úgy apostrofálja, régebben jobb volt. Tehát, hogy de ezt 100 éves probléma, tehát mi szüleink meg úgy mondták az öregekről, hogy bezzeg az én időben, emlékszel rá. Tehát, hogy ez ugyanaz a habitus, hogy azt a nagyon szenzitív első szexuális élmény, első bebaszás, első fesztiválozás, első nagy buli, az mindig sokkal nagyobb hatással van rád, mint amikor már folyamatosan csinálod. Érted? Tehát egyszerűen utána már nem foglalkozol ezzel. Tehát, hogy valószínűleg azért próbálom, most nem a vagánykodni akarok mondjuk a szexel, de körülbelül ehhez lehet hasonlítani, hogy a kedves nézők is értsék, hogy amikor már a 40. meg az 50. meg a 150. aktuson túl vagy, akkor nem fogod azt mondani, hogy hú, az mekkora volt, amikor az lehet, hogy egy sokkal rosszabb, első élmény, vagy első 3-4 élmény, az sokkal impulzívabb volt, mint bármi a világon. Tehát ez ilyen a zenébe is, és viszont nekünk ezekkel az emberekkel kell konkurálni. Tehát, hogy magyarul jönnek az új zenekarok, jönnek az új dalok, jönnek a... Jelen kell lenni. Igen, és akkor, hogyha mi nem vagyunk ott, érted, akkor nem vagy ott. És a régi albumokat, meg a régi zenéket, azokat nem hallgatják a fiatalok most, vagy inkább az újabbat? Mondom, a retro az mindig menni fog. Tehát, hogyha ha 33 évesek vagyunk, még nem retrózunk, de én már agyban, meg így habitusban, meg az egészben kicsit készítem fel a zenekart erre a retrózásra, hogy intelligensen átcsúszunk a retróba. Ez megint egy karrier. Az azt jelenti, hogy nem fogtok új albumot kiadni? Nem. Hát, hogyha albumot... Fél, az albumoknak a létjogosultsága megszűnt. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden ilyen korszakváltásnál, amikor a VHS-ről... Mi is azért nem adunk ki mostanában. A VHS... Az első aktusra gondolunk azóta is. Most ez rólam szól, vagy rólam? Nem, hát, inkább róluk. Hát rólunk, csak nem hagy. Azért így külön. Ez mennyi időn van dumálni? Tehát berugottam úgy. Nem, nem, kereszt a puszaga van. De nem, nálunk kapu. A puszaga? Igen. Nem, azt akartam kérdezni. Ez az óvatos tulipán ing, szimfónia, meg töményszak, beizzadva, fejpán. Műből kabát. Úgy. Igen. Na, sok kérdésünk van, és az elsőnél tartunk. Nem tudom most, mit akartam. Hát Tisza, belekérdez, az a baj, minden jelentje. Persze. Tibi már egyszer elmesélte, az első találkozásotokat, te hogy emlékszel rá? Mert ugye azt köztudott, hogy nagy barátok vagytok. Mint az első szexuális élményre. Az volt a legjobb, azóta sokat találkozott, de mindig az első volt a legjobb. Igen, jobb gyerek volt. Tibivel? Igazság szerint az érdekes, hogy mindig utáltam a focit, meg a focistákat. De tényleg. Ez egy sportműsor. De tényleg így van. Tehát, ez
Én voltam is. Ők se szeretik. Ja, voltam is meccsen is, meg voltam külföldön is, aztán küldték, hogy látszik az egészben egy kakuktojás, vagy aki kilóg a sorból. Amikor egyedül ott állt a reptéren, mit keres itt, bokkáruhába tudod, mindenki meződ, meg ott áll, mondom, te... Összevesztem a szurkolót. Na, hogy voltál? És, ja, és akkor Laci meg azt mindig... Azt mondta, flagma voltál. Az nem lehet. Nem, én mindig flagma vagyok. Egyébként tényleg, de, nem, de én belülről nem így élem meg ezt, ugye, hogyha valaki ismer, vagy olvasta már hozzánk köthető könyveket, és én elmondom, hogy amikor bekerültem a zenekarba, és ugye képernyőre kerültem, és néztem interjúkat magamról, vagy beszélek, akkor tényleg azt mondta, hogy tényleg köcsög vagyok, meg tényleg ilyen flagma paraszt fejem van, de egyébként hidd el, hogy de ez tényleg így van, hogy a habitusom, meg a gesztikulációm, vagy az összes ilyen erre vezethető vissza, de én ezt belülről marhára nem így élem meg. És egyébként pont ilyen voltam még gyerekkoromban is, és azért volt az, hogy de nálam tényleg ez 50-50, vagy nagyon utálnak, vagy nagyon szeretnek. És sosem értettem, hogy aki nagyon elsőre ilyen, de bunkó ez a gyerek, vagy valami, ennek mi baja lehet, mert én belülről úgy érlem meg, hogy milyen kedves faszacsávó vagyok, de egyébként meg, ha kívülről nézem magam, tudom, de azért mondom, most már tisztában vagyok vele. Igen, hogyha meg kívülről nézem magam, elismerem, hogy ilyen, ez van, de tök jó, hogy látom magam kívülről, mert nem tudok ezzel mit kezdeni, hanem egész egyszer úgy vagyok vele, hogy hát ez van, ezt kell szeretni. Stibikéről az első benyomás? Tibike, hát mindenkit szereti, hát ugyanaz, mint Sidi. Tehát én, tudod, ez a small talk csávók, tudod, mind a kettő. Jaj, Dombi, Tibi, de... Azért tud ő hisztizni. Hát nekem nem mondja. Na, lehet, hogy egy pár dolgok... Fordul, hogy én nyugtatom, pedig ő szokott engem. Tudom, de hát most az első habitusról beszélünk. Igen. Tehát ő neki ugyanaz, mint Sidinek, hogy jaj, de... közönség kedvencek. Jaj, de cuki, jaj. Amikor már hallottam ilyen csajoktól, hogy jaj, Dombi, Tibi, azon, és akkor már így fogtam a fejem, hogy na, ebből is tudom, hogy mi lesz a vége. Ilyen izé, hát az első belépője neki mindig alázatos, mindig kedves, mindenki alá megy. Hát utána, aztán amikor lakva ismeri meg az ember. Ha bejön a hiszcénk, akkor bemolja. Nálam meg pont fordítva van. Nálam meg pont fordítva van. Tehát, hogy általában, hogyha valaki megismer, akkor rájön, hogy nem olyan. És mi a közös pont, ami nem lesz válasz a kérdésem. De ha megvagy, én már kiszűrtem, csak én figyelek, tudod, az a nagy különbség. Én figyelek a vendégre. Tankcsapda koncerten bemászott az ablakon. Akkor beszállt a zenekarba, akkor én pont külföldön voltam, és akkor decemberben volt a 29. évben. Rosszul voltam, hogy jönnek a focisták, jönnek nyugatot, már új eleve, rosszul voltam. És tömeg volt az ágában, hogy be kellett mászni hozzájuk, és akkor bemásztam, és akkor Lukácsékkal puszi, ez ölelkes, és meglátott, ez meg mit csinál, mindenképp ez ide, mondom az anyádat. Na de, mégiscsak szereted a sportot, mert a barátságotok, most jó rákötöm ezt a kérdést is, együtt szoktatok NFL meccseket nézni. Igen. És az akkor... NFL-t azt én hoztam nekik. Nagyon kemény, mert... Igen? Mert ő szeretett például veled? Igen, a tankcsapda... Tankcsapda már angolul akarsz meg. Tankcsapda, kettő, két nagyon nagy hobbimat ismertette meg. Fej mondta az NFL-t, tehát ő hívogatott ilyen 2006-ban, hogy nézed ezt a meccset, nézed azt, és akkor átkapcsoltam, néztem. Nem értetted? De úgy néztem és tetszett, és akkor mindig így mondta, hogy ezt nézted ezt a meccset, hogy ezt nézed? Átkapcsoltam mindig, és mindig ott is ragadtunk, és már 2006-ban a Super Bowl-t együtt néztük, úgyhogy az is nagy sztori volt. És szoktatok emlékezni a másnap a meccsre? Én egyébként nekem, ha iszok mennyire is... Mennyire csúszik el? Te emlékezős vagy? Egyébként hozzá innen is észreveszem, hogy öregszem, hogy vannak most már, amik kiesnek, de például... Tehát ilyen 45 éves környéken minden megvan. Minden megvan? Úristen. Nagyon durva, igen. Te emlékezősre ittad magad? Nem, azért nekem mindenre emlékez. Most már vannak ezzel problémák. Nem, én vállalhatatlan részek sose voltam. Nem szokott, nem. Egyébként mindig valamire nem emlékszik, egyébként azt mondom, hogy szétdrogoztad magad, azt azért nem emlékszel. Én nem emlékszem, akkor mindig azt mondom, hogy ugye doppingot. Megvannak a közös témák. Igen. Hát akkor szokott tenni azért egy jó NFL meccs után, közben. Be, abszolút, hát az nem is titkoljuk. Nem ilyen dőlöngő. És mi a másik hobbi, amit ők... Az Ivás, nem azt mondta. A futás, ő vitte le elsőnek egy félmaraton versenyre, meg ő vele jár a futni, futóversenyre. Úgyhogy érdekes, hogy tankcsapda, rockzenek, rock'n'roll, minden, és akkor ilyen sportokra. Te sportolsz egyébként valamit rendszeresen? Az Iváson túl? Nem. Voltak ilyen próbálkozásaim, de nem. Focisztunk egyszer.
De jó, de vele nem lehet focizni. Harapja a labdát? Hát alapjában vévőt hát vigyorogtam, szabad... hogy milyen jó, hogy Sándor Tomival, Dombi Tibivel focizok, az ennek ez volt a sport, hogy ledarált, érted? De a végén már mondtam, hogy menj, én nem csinálom ezt. Az, ahogy így hozzáértem így a labdához, már úgy... Mondom, Tibi, nyugodj már meg. De amatőrbe is úgy nyomja, így van. Tehát hát, na jó, barátságosan van. Is. Hát, de, na. Hát... Hát tudjuk, hogy... Úgyhogy vele nem focizok vele. Azonban nem focizik velem. Ellenben... Senki a... se focizzon Dombival. Igen. Soha ne fociz Dombival. A focin túl is van élet, hiszen te a technikai sportokat viszont nagyon kedveled, igen. És éppen most épített neked a bajnak, a Dorján Zoli uh-huh. egy salak motort. Mesélj erről, hogyan történt az hányszoros az egész? Bajnak? 13. Meg argentin bajnok, igen, háromszoros EB győztes. Igen. Nagyon utána néztünk. Szóval, hogy jött ez a sztori? Egyébként adáson kívül pont, hogy beszéltünk, ugye a veterán motorok, meg itt röhögtünk, hogy Schwalbe, meg Szinyó, meg mit tudom én. Tehát most eljutottam egzisztenciálisan oda, hogy azokat a... Most? Mostanában, igen. Figyelj, hát... Covid alatt. Nem, én egyébként azt hiszik az emberek, hogy én dobálom a lóvét, tehát hogy nekem... De, még, hát azért gyűjtötted össze? Ja, Dombitól is kértem 1000-szer kölcsön. Azt hittem, hogy 1000-szer. Mi? Miért nem adtam még vissza? Én voltam, aki visszaadta, nem, az nem én vagyok. Szoktál adni kölcsön? Tessék? Nem. Nem, mert az a probléma... Hát régebben adtam... Tivinek sem. Nem, régebben adtam, mert vissza tudtam szerezni. De most már nincsenek szakemberek? Nem, most már más törvények vannak. Úgyhogy most már inkább nem adok. Tehát egzisztenciálisan arra a szintre jutottál, hogy most egy csalak motorod. Igen, hogy nem az álmaimat, meg a vágyaimat megvalósítom. Tehát, hogy magyarul... Ez a vitorlázás például, tessék? Hajózás például. Meg ilyen dolgok, igen, és ezekre nem azt mondom, hogy szórom a pénzt, hogy nem számít, mert mindennek utána megyek, tehát mindenbe úgy próbálok vásárolni a lehető legjobb áron. Hát, nem szokott fizetnem úgy semmiért. Mindig te kézzet a kört? Ennek ez a mániája, hogy állandóan húzza a kéziféket, érted? Hát nem szokott szóval nagyon él, ahogy meg se szól a egész műsor. Most itt van a barátja, most betartok neki. És az is van a legyél rockstar, így áll ingyen. Nem? Igen. Hoppá, hát na ezt az egy számot te is egyébként azért az tényleg nagyon nagy dolog. A feleségem ki is van tőle, hogy egy nagyon, nagyon sok helyen nem fizetek egyébként. Hát erről beszélek, azt most még én. De tényleg? Itt viszont fogsz. Itt kékeményen tovább. Persze. Hát azt szerinted, hogy működik, csak úgy behívunk. Az alap. Igen, azt majd én. Figyelj, számlázzátok ki, majd utalom. Salakmotorod van ott. Salakmotor. Milyen fél napot el tudnánk beszélgetni? Figyelj, nekem sokkal fontosabb volt a Lokitól a salakmotor, tehát én nem vagyok ilyen... Többször megfordultál gázvezeték utcán. Meg nekem Dorján, Hajdú, ezek ilyen példaképek voltak, abszolút. És az élet úgy hozta, hogy összeismerkedtünk Zolival. Többször szerelte egyébként már motoromat is, meg mit tudom, egyébként egy nagyon, emberileg is egy nagyon normális ember. És akkor már régebben is nézegettünk még tabakával itt a roncsbár, hogy nem lehetne egy salakmotort kitenni, ilyen roncs, olyan roncs, mennyi egy salakmotor, mert hogy dísznek, tehát annyira csúnya a salakmotor, hogy nekem tetszik, tehát hogy már ilyen, tényleg ilyen kicsit a kerékpár és hát a motor. Hát meg ilyen furcsa az egész. Fura, igen. Tehát maga a sportág nagyon furcsa. Igen, és az a lényeg, hogy így bekattant, hogy milyen jó lenne nekem egy szobadísznek egy ilyen dolog, de mindenféleképpen nem szeretem lagadjizni a dolgokat, tehát hogy mindenféleképpen értéket képviseljen, tehát ez egy teljesen működő versenymotornak mindennek megfelelő dolog, csak szobatisztára van csinálva, tehát nincs felhúzva olajjal, meg minden olyan kellékkel, ami kell benne, ne csöpögjön, mert ez egy idő után úgyis elkezd szivázni. És az a lényeg, hogy megépítette nekem egy év alatt, és a szponzorok, meg ugye azok a cégek, amiben vagy tulajdonos vagyok, vagy résztulajdonos vagyok, vagy ami az egész karrierem során megjelent, ugye úgy, mint a tankcsapda, vagy akár a paripacsád, a roncsbár, meg a hangszerű, az egy pár olyan, az jelképező a szponzorokat. Ez kérlek szépen az új próbahelyünkön lesz, egy ilyen raktárcsarnoknak a előterébe. Akkor behozzák a vérfarkas próbatelembe? Nem, meg külön. Most már hála Istennek, nem őket fogjuk nem az ő próbájukon fogunk próbálni. Ami a miénk. Két, igen. Bocsánat. Te is adkozok. Nekem azt mondta, hogy ő fizeti. Behajtja. Na, szóval azért, hogy,
hogy ott lesz a próbatermünk előtt egy, tehát ilyen dísz igazság szerint, meg szerintem egy relikvia, mert ugye Zolival aláírattam, tehát hogy magyarul szerintem ez egy gyűjteményes darab, és egyébként minden ilyen dolog, amit mondjuk gyerekkoromra vágytam mindig egy póniromatra, hogy könyörögtem a szüleimnek, nem vettem. És most vettem például póniromatet, és azt restaurálják, azt sem fogom használni, és ugyanúgy nőttem egy nagyapámnak a motorját. És ő is megy majd a próbaterembe, vagy csak a sajtó? Nem tudom, hogy hol fogom gyűjteni, mert már van vagy 30 motorom így. Tehát így van, mondom, nagyapámnak a motorját megvettem, fölrestauráltattam, nagybátyámnak a polóniáját. Tehát most így elkezdtem. Az első motoromat, a Simpson N50-est, azt is ugyanúgy, tehát hogy ezeket mind, tehát amihez ilyen érzelmileg fűz valami, mondjuk az, hogy babettát miért vettem, azt nem tudom, azt nem, ahhoz ideológiát hát, nem tudok kitalálni. Éves lesz, jó lesz, ja, lesz. Ja. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyenek vannak, és mindenket restauráltatom. Meg ugye van egy, amire nagyon büszke vagyok, egy 65-ös Mustang, tudod, ez a klasszik cabrio, ez a, ami az amerikai filmekben mindig a ilyen főhősöknél megjelent. Nehéz volt szeretni rá? Nehezen szerezted be? Vagy? Annyira vagy nem. Figyelj, nem a megszerzése, hanem az hogy ezt ilyen fúra restaurál, érted? Az nagyon nehéz, hogy minden alkatrész meg. Azt hiszem, 3 vagy 4 évig csinálták. Tetszett a videóban, amelyik arról forgott, hogy... Tillával, amit csináltunk, abban van benne. Aha, megkaptad ezt a motort a Dorján Zolitól, átadta neked, és akkor nagyon tetszett, hogy Sidi mondta, hogy hol fogod tárolni, és akkor azt mondta, hogy szoba dísz lesz. Gondolkoztam, hogy téged kitemetlen, de még szükség van rád a túrnyalat, és ráadásul ez szoba tiszta. Sidi az, aki bármit elvisel? Tehát egy kicsit, egyébként hol van Sidi sztori? Tehát ez egy kicsit ő az, aki... Hát meg ez elég vicces, tehát ez a Stan és Pan, én vagyok a kis mérges csivaval, Sidi meg ugye a nagy új Fullandia, aki mindent eltűr. Egyébként biztos, hogy egyszer pofán fog vágni. Abban a pillanatban ki lesz rúgva, csak úgy jel. Hát az nem már pofán. Vagy amikor ki akar szállni, akkor pofán vág. És akkor ugye, két legyet egy csapás. Igen, mert egyfolytában ütve van, de egyébként hozzáteszem, ő nagyon jó méltósággal kezeli, tehát jó humorral van, meg nagyon jól csinálja. Tényleg aranyember. Ja. Hát dolgozzál vele. Jó, nekem egy könnyű. Ja, ja. Mi hát csak vendégként ismerjük. Nagyon jó itt. A belépő habitusa, az kétségtelen tény. De ennek is megvan a rigójája. Hát itt mint Tibikének, hát mindenki. Hát nyilván különböző karakter ez a trió. Laci meg inkább a művészember ebben a projektben. Hát Sidi is olyan művész, hogy bejövő. Igen, tehát neked kell földön maradni. Hát igyekszem, maradjunk annyiba. Baj lenne, ha nem így lenne. Azt mondod. Azt. Na és hogyan látod ezt a zenekart 20 év múlva? 10 év múlva. Ugye szóba került a konyhában, de nekem mindig a nagy dolgok. Igen. Szóba került, hogy mondjuk, ha 50 éves lesz a zenekar, Tibi kérdezte, hogy akkor is dobolni fogsz. Én nem fogok ilyen, hogyha most csak Lacit kérdezni, akkor nagy populáris válaszokat adna, amiből semmit nem hámozná ki. Én nem szeretek ilyeneket mondani. Ez a zenekar lehet, hogy hónap megszűnik, illetve az is lehet, hogy 20 év múlva... Puskás aréna. Az is lehet. Tehát minden benne van. Ugye most mondom, a koronavírus az mindent megváltoztatott. Hazudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy miránk nincs hatása. A koncertlátogatottság 50%-a visszaesett. Tehát, hogy magyarul most eleve úgy kell sárni. Így van, mert félnek az emberek menni, eleve a politika belenyúlt, eleve már az, hogy a zenei kultúrába politika belenyúlt, nem, ez nem már az embereket. Tehát, hogy minket is betettek egy párt mellé, ami egyáltalán nem is igaz. Tehát, hogy olyan szintű kavarkár volt, ami régebben nem befolyásolta ezeket a dolgokat. Most nagyon sok minden befolyásolta. Most ezeket a dolgokból próbálunk úgy kijönni, hogy zenekar a legkisebb sérüléseket élje át. Ugye a koronavírus ugye megtanította arra minket, hogy eddig úgy éltünk, úgy csináltuk a zenekart, mint hogyha ugye mi, sőt, én ezzel dicsekedtem is, hogy mi húzzuk a repülőt, és utána a csíkot, nem a csík a repülő. Uh-huh. Tehát, hogy most meg azért megtanított egy jó nagy pofonnal, hogy vannak olyan dolgok, hogy hiába tervezel, meg hiába építed tudatosan a dolgaidat, igenis vannak olyan tényezők, amik ezt az egész dolgot keresztül húzhatják. Eddig ezzel például az elmúlt 30 év alatt, vagy 20 év alatt nem foglalkoztunk, mert nem volt ilyen tényező. Úgyhogy ezért nehéz egy ilyen 20 évest mondani. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy mit szeretnék, arra szívesebben válaszolnék, mert az, hogy mi lesz, azt nem tudom. Tehát, hogy itt azt se tudjuk jövőre, vagy idén mi lesz. Így van. Tehát, hogy vannak ilyen tényezők is már, meg illetve az, hogy az emberi tényezők. Tehát azért tök jó, hogy egy trió
hamarabb tudja az emberi kapcsolatait regenerálni, mert egy 5-6 főzenekarnál az olyan klikkesedések, meg olyan problémák lehetnek, lásd, Slipknot, meg minden, hogy egyszerűen nagyon nehéz ezt szinten tartani, de azt mentálisan viselni, hogy többet vagy három kollégáddal, akivel művészetileg is meg kell állapodnod egy alkotó folyamatban, ami nagyon nehéz, mert minden művész a saját gondolata világához, a saját érzelmeihez szeret, vagy nem szeret abból engedni, tehát mindenki ragaszkodik a saját dolgaihoz. Utána stratégia, utazás, utazási szokások, alvás, alvási szokások, mindenkinek más elképzelése van mondjuk egy 33 éves jubileumról, mindenkinek más elképzelése van egy koncertről magáról. Tehát hogy azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett, nagyon bonyolult folyamat, azért szoktam az embereknek például hasonlítani, hogy ez pont ugyanolyan, mint egy párkapcsolat, csak ugye mi hárman vagyunk, tehát olyan, mint egy férj, feleség kapcsolat. Egy egészséges párkapcsolat. Igen, vannak nagyon-nagyon jó időszakok, meg vannak nagyon rossz időszakok, vannak megsértődések, összeveszések, másképp csinálom holnaptól veled, ilyenek mindig vannak, ez egy folyamatos dolog, miközben ugye a bulik meg másfél-két éve előre le vannak kötve, tehát hogy magyarul, hogyha neked egy közeli hozzátartozód meghal, vagy beteg a gyerek, vagy éppen összevesztél a zenekar, azt legszívesebben pofán vágnád Lacit is, meg Sidit is, akkor is úgy kell fölmenni a színpadra, hogy aki ott megvette 5000 forintért a jegyet, azt ez kurvára nem érdekli. És hozzáteszem, igaza van, hogy nem érdekli. Ez a profizmus. Hát, ez persze. Meg és az, ez, amikor valaki nem kapcsolja ki a telefonját. Ezt 33 éven keresztül fönntartani nagyon nehéz. Az a legnézettebb műsor, amikor nem úgyhogy ráadásul közben meg az ember változik, illetve a környezeted is változik. Mindenki közben beszerelmesedik, mindenkinek jön felesége, a felesége milyen hatással van rád, oly mennyire szeretne otthon tartani, mennyire engedi a karrieredet, például a zenész betegség az, hogy ugye mindenki kurvára gyúrát gyakorol, felszed egy jó csajt a koncerten, azt a csaj két hétig büszke rá, a harmadik héttől meg azt mondja, hogy ne szemezzél, ne csináld, mit mutogattál rá, miért mentek annyit, most akkor, de ez komolyan. A 20 éves zenekaroknak a 80%-a párkapcsolat miatt megy tönkre. Ezt így van, hogy le a párkapcsolatokkal. Tamás, ne arra, hogy félbeszakítottam. Még van négy kérdés, de majd. Van négy kérdés, de majd. De ez ilyen kis rövid üzét műsor? Hát fél óra. Figyelj, a jelentékenyebb emberek azok 3 órát kapnak, nem most neked ez a fél óra, tehát köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szépen, köszönöm, hogy eljöttél. Eleve megalázó az, hogy a zenekar közepére hívtatok, tehát ez a legrosszabb. Tehát, hogy az elejére hívtak, hát jó, van, kitaláltatok rá egy ilyen mozgó 33. Szerintem kitaláltak. Most szóval köszönjük szépen, tankcsapdában és rockzenében gazdag, boldog új évet kívánok még márciusban is, bármikor is fogunk beszélni. Nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél és megtiszteltél bennünket. Rock and Roll, Fejes Tamás, Tisza Tibor, Dombi Tibor most eszembe jutott, és köszönjük a figyelmet, azóta a Tibiék, Rock and Roll, de majd ezt már ő nem mondja el. Rock and Roll.